Ebben a részben választást kínálok, ismét barkácsolunk, végül lemossuk a motorokat. A hajnali drónozás a tó felett elmaradt, mivel a drónt előző nap a műszaki hibás motordobozában felejtettük. Így lemaradtam életem vágóképéről. Így mesélem utólag, mert bizonyítanom már nem kell. A szállásadónk cukorkomába akarta taszítani a társaságot végtelen palacsinta hegyekkel, de nem engedtünk a csábításnak, már régóta vártunk erre az útra, menni akartunk. Első kóstolunk a Júli Alpok felé vitt minket, hogy megnézzük a téglávot közelről. Családi emlékek miatt szintén többen kíváncsiak voltak a monarchia korabeli háborús emlékekre és helyszínekre. Az első ezek közül mindjárt a Vriszikhágó volt, macskaköves kanyarjaival, amit orosz hadifoglyok építettek. Nem sejthették még akkor, hogy ez milyen izgalmakat rejt majd egy motorosnak, amikor a csúszós köveken kell vennie a visszafordítókat egymás után. Ez a képzelt csúszóság is olyan mentális korlát, amit le kell győzni az embernek, amikor motorozik.
hágóra felérve a kilátást erősen korlátozta a sűrűn gomolygó felhőzet, de azért átéreztük a hely hangulatát. Sajnos ez már sejtette, hogy mire számíthatunk a következő célponton, a Mangár gyerek közelében. Nem volt mit tenni azonban, most csöttünk, most kell élveznünk a tájat és az utat. Addig is még volt pár kanyar a hágó másik oldalán, bár hideg volt, de még száraz minden. Az Isonzo, szlovénul Szocsa folyó, szomorú történetéhez tartozik az első világháborúban elvesztett sok lélek, akik sosem tértek haza. Az olasz oldalon látványosabb emlékhelyek is vannak, de itt a szlovén oldalon mi csak egy kisebb magyar katonai temetőn látunk meg. A Mangár csúcsához látványos hegyi út vezet, szédületes panorámával, amiből viszonylag keveset élvezhettünk, hála a minden beterítő pálának. Szerencsére azért így is izgalmas volt az út. Már az első kanyarok után tudtam, hogy ide vissza kell majd térni szép időben is. Erre csak ráerősített, hogy az út utolsó szakasza is lebb volt zárva a kőomlás miatt. Oda sem tudtunk felmenni, hogy elképzeljük, mit nem láthatunk a fehér ködben. Itt is hagyom a teljes fel- és visszautat, hogy majd legyen mihez viszonyítani a jövőben. Így most mindenki kielvezheti a nagyszerű kilátást és a fenséges panorámát,
Kiteszek alá a Y linket, hogy hol folytatódik az igazi kaland. Egy sajátságos térugrásban lehetett részünk. Lehettünk volna az osztrák Alpokban, valahol az Andok magas hegyei közt, vagy akár a skót-szeles fennsíkon is. Esetleg a francia Alpok csodás hegyei, ahol visszavágyok, amióta csak ott jártam először? Nem volt mélység, nem volt távolság, csak a mindent betöltő fehér semmi és a fakószínű környezet. Ragadós vatta cukorként borított be minket a kör. Ha én ezt a klubban elmesélem, akármit mutatok, hol jártunk, ez a tökéletes vágókép bármilyen utazáshoz.
Magyarország egy gyereki. Thank you.
tulajdonképpen nem voltunk csalódottak, mert maga az út érdekes volt és kihagyhatatlan, de tüske azért maradt bennünk. Ezt érezhette meg az ég is, mert csillatték ezt a veszteségünket nagy hideg könnyekkel. Magunkra öltöttük hát a búvárruhát egy rögtönzött megállóban, ahol nem csak szitokszó hullott, hanem pár műanyag darab is sajnos, de ne firtassuk a múltat, megragasztottuk, amit meg kellett. A következő megállónk a Ravelnyik Szabadtéri Múzeum lett volna, ahol az első világháborús hadszínteret mutatják be. Lövészárkok, tábori épületek és minden, ami az első világháborús hegyi hadviseléssel járt. Tekintettel arra, hogy már nem esett, hanem szakadt, és a látnivaló szabadtéri jellegére inkább egy ebédre szavaztunk egy meleg és száraz helyen. A kényelmet választottuk a hideg és nedves állások helyett, mert szerencsére mi már megtehettük. Ezt ne felejtsük el soha, és jusson eszébe mindenkinek, aki nosztalgikus és romantikus felhangokkal beszél a háborúról. Az eső csak alig csillapodott, de örökre nem maradhattunk fedél alatt. Célünk Ljubljana volt, ami értelmét vesztette volna, ha túl későn érünk oda. A júli Alpok csúcsait nyugatról kerültük, és a főváros feletti hegyekben a hátsó kerteken át haladtunk néptelen zakon. Végül felcsillant a reménysugár, megint bízhattunk abban, hogy a szivárvány lábánál kincs vár ránk, de egy száraz ágy és egy meleg vacsora biztosan. Kisvárosnyi főváros promenádja még helyenként nyírkos volt az esőtől, de már élettel teli. 300 000 sem laknak itt, emberléptékű és rendezettnek tűnt. A csora közben az időjárás előrejelzést lestük, és nem sok jót ígért nekünk. A következő részben felkeressük a postojnai cseppkőbarlangot és a predgyamai lovagvárat, végül pedig egészen a tengerpartig megyünk, hogy végre szárazon legyünk.